Tisztelt Országgyűlés, Bangóné Borbi Ildikó, az MSZP képviselőasszonya azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Hány embernek kell még meghalni a címmel? A miniszter úr távolléte miatt választhatásra Rétvári Bence államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem a képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választható személyét, vagy a minisztertől személyesen kéri a választ. Köszönöm, elfogadom, elnök úr. Önni a szó, Mangóni Borbé Ildikó képviselőasszony. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr és tisztelt képviselőtársak! Nézzük, hogy az elmúlt hónapokban hogyan kezelték a járványt a kormány részéről, és miket mondtak az elmúlt időszakokban. Orbán Viktor egész nyáron arról értekezett, hogy szerinte a maszkviselés nem véd meg a vírustól bennünket. Hónapokon keresztül ezt mondta el minden héten. Majd már a Magyar Tudományos Akadémia is közleményt adott ki ezzel kapcsolatban októberben, ahol elmondták, hogy rendkívül téves és káros, amiről Orbán Viktor beszél, majd természetesen kötelezővé tették a maszkhordást. 2021. augusztus 23-án Orbán Viktor azt mondta, engem kínai vakcinával oltottak kétszer. Én nem vettem fel a harmadikat, de nem is vagyok még talán annyira idős, hogy aggódnom kelljen. Ezt mondta augusztus 23-án, majd október 17-én felvette miniszterelnök úr is a harmadik oltást. Múlt hét pénteken azt nyilatkozta, aki rám hallgatott korábban, annak megmentettük az életét. Életmentő a harmadik oltás. Hát mondhatjuk azt, hogy nem következetes a miniszterelnök, és sokkal többet árt a járvány kezelésben azokban a nyilatkozatokban, amit hetente pénteken tesz a kormánypárti rádióban, mint hogy normálisan hallgatna a szakemberekre. Az oltási regisztrációról itt államtitkár is már ródákat zengett a parlamentben, közben mi hónapok óta mondjuk, hogy töröljék el a regisztrációt, és láss csodát, az emberek tudják, hogy mi a jó nekik, és több tízezre mennek naponta az oltásra, ha nem kell regisztrálni. Önök hónapok óta nem hallják meg a szakmának és azoknak a tudós embereknek a hangját, akik elmondják, hogy kötelezővé kell tenni a maszkot, a regisztrációt el kell törölni, és a harmadik oltást mindenkinek fel kell venni. Államtitkár úr azt mondja meg nekem, hogy ki ártotta legtöbbet a járványkezelésbe, ha nem önök, a vezető politikusok, akik azt sem tudják, hogy miről beszélnek, majd hónapok múlva meg bevezetik azt, amit a szakma meg az ellenzék követel. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselőasszony. Válaszadásra megadom a szót a Rétvári Bence államtitkár úrnak. Elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Választhatnánk azt is, hogy ön minősíti a magyar járványkezelést, de dönthetünk úgy is, hogy ezt a WHO-ra bízzuk. Mi az utóbbit tartjuk inkább üdvös megoldásnak, mint Hans Kluge, az európai vezetője a WHO-nak, mint pedig a WHO főtitkára, aki az egész szervezetet vezeti. Itt jár Budapesten többször, ők is tájékozódtak itt a helyszínen, hogy hogyan zajlik a magyar járványkezelés, és nem azokat a szavakat mondták, mint önök, hanem pont az ellenkezőjét, elismerték a magyar járványkezelést, és azt mondták, hogy Magyarország mind a vakcinák, mind a védekezés tekintetében jó döntéseket hozott. Tisztelt képviselő, mi voltunk azok, akik a világon első között állítottuk föl a járvány elleni védekezés érdekében az operatív törzset, és hoztuk meg az első olyan intézkedéseket, amelyekkel más országok előtt is jártunk. Ön is megnézi, hogy hány fertőzöttnél rendeltek el bizonyos korlátozó intézkedéseket az első hullámnál, akár környező, akár nyugat-európai országok, láthatjuk, hogy mi korábban léptünk, és így több embernek az egészségét tudtuk megóvni. Első között voltunk, akik az oltást elindítottuk. A világon talán még egy olyan országot, ahol hatféle vakcinával lehet oltani. Az Európai Unióban biztos nem talál ilyet. Ezért voltunk a másodikok az Európai Unióban, akik elértük az 25%-os és az 50%-os átoltottságot is. Most pedig abszolút elsők vagyunk a harmadik oltás, a megerősítő oltás beadásában, hiszen az Európai Unió tagállamában 8% az átlag, nálunk 20%, tehát 2,5-szer annyian oltott be magukat harmadszor és Magyarországon, mint az Unióban átlagosan. Miniszterelnök úr is mindig ismerteti az aktuális járványi intézkedéseket, hiszen nagyon fontos a pontos tájékoztatás. Ő volt az, aki oltásra buzdította az embereket, és ön, Bangóné Borbé Ildikó képviselőasszony, és a baloldali képviselőtársai pedig azok, akik a mai napig a parlamentben itt érvényes javaslattal rendelkeznek arra, hogy a magyar emberek ne kaphassák meg
az orosz és a kínai vakcinákat, ezzel ön a saját képviselőtársát, Kóros Lajost is életveszélybe sodorhatta volna, hiszen ő is mondta, hogy a Sputnik oltásnak köszönhető, hogy enyhébb tünetekkel vészelte át a koronavírus járványt, de hogyha az ő és az ön által benyújtott javaslatot elfogadták volna itt a parlamentben, akkor lehet, hogy neki is sokkal súlyosabb következménye lettek volna. Én javaslom önöknek, hogy ezügyben inkább hallgassanak, hogy önök az oltás kapcsán mit műveltek itt a parlamentben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont válaszol, megadom a szót Mangóni Barbi Ildikó képviselőasszonynak. Akkor az ön szavaival élek, államtitkár úr. A világon nem találunk még egy olyan országot, ahol 5 milliárd forint értékű tesztet semmisítettek volna meg, csak azért, mert az embereknek nem adták oda ingyen. És 2020. szeptember elején Gulyás miniszter úr azt mondta, mivel a teszteket az adófizetők pénzéből fizetik, ezért nem szabad ész nélkül tesztelgetni mindenkit. Tudja, államtitkár úr, önök inkább lemondanak a magyar emberek életéről, mert megsemmisítenek 5 milliárd forint értékű tesztet, csak hogy odaadják ingyen az embereknek, a magyar időseknek, meg a magyar gyerekeknek. Tudja, államtitkár úr, ezért még valakinek felelnie kell. És még egyszer felszólítom államtitkár úrral, olyat ne mondjon, amit én nem mondtam, se a parlament falain belül, se a parlament falain kívül. És államtitkár úr, ezt jól jegyezze meg, 5 milliárd forint értékű tesztet nem voltak hajlandóak a magyar embereknek odaadni, biztosítani a számukra, inkább kidobták a kukába, vagy elégették. Én azt gondolom, hogy ennél guztustalanabb és borzasztóbb dolgot nem tudna egy kormány elkövetni, amit önök elkövettek. Köszönöm. Államtitkár úrnak is viszont válasza van lehetősége. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Úgy látszik, önöknek még a szavuk járása is ugyanaz. Újhely István azt mondta, ugyanazok a szavakkal szinte, mint ön, csak más témában. Vannak soha el nem évülő bűnök, amelyeket az érintettnek előbb vagy utóbb, de mindenképpen felelni fognak. Mondta ezt szó szerint ön is. Ilyen, Újhely István azt mondta, ilyenek a koronavírus járvány idején végrehajtott különutas eszköz és vakcina beszerzések. Ő tehát azt mondta, hogy azért fognak önök minket felelősségre vonni, mert mi közvetlenül Kínából beszereztünk teszteket, és közvetlenül Kínából beszereztünk vakcinákat. Azt mondta Újhely, és ezért fognak önök minket felelősségre vonni. Tisztelt képviselőasszony, ön egy álhírt mondott itt a parlamentben, amit az Országos Kórházi Főigazgatóság már a múlt héten cáfolt, javaslom, olvass el, és akkor nem fog a parlamentben ismételten álhíreket terjeszteni. A baloldalnak úgy látszik, hogy ennyi maradt, hogy álhíreket terjesztenek, és azt is szeretném helyreigazítani, még az előző felszólásából, hogy regisztráció nélkül lettek volna beoltva azok, akik most közel 100-an az első oltást fölvették, őket is regisztrálták ott helyben. Tehát mindenki, aki Magyarországon oltást kapott, az regisztráció után kapta. Kérem, ebben se terjesszen álhíreket. Köszönöm szépen.